Valóságos díjasőben részesültek pécsi énekesek az Ezüst Hóvirág nemzetközi énekversenyen Aradon április elején. A fődíjat, valamint egy első és egy második helyezést is a Jazzy Énekstúdió növendékei hozták el. Vendégem a stúdióban Radóczi Justina, jazz énekes, az Énekstúdió vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Jazzy, mesélj nekem egy kicsit a versenyről. Hogy zajlott, mit kell tudni erről a versenyről, és egyáltalán milyen visszajelzéseket kaptak a növendékeid a zsűritől? Kezdem a visszajelzésekkel. A Méringer Marcell egyik tanítványom lett a fődíjas, aki minden zsűritagtól 10 pontot kapott, ami nagyon ritka, úgyhogy amikor kiosztották a díjakat, akkor odajött hozzám az egész dalversenynek a szervezője, nagyon gratulált, és mondta, hogy ahogy bement a zsűrihez, rögtön mindenki mondta, hogy a Marcell legyen az első, és a Marcell full pontszámmal lett fődíjas, úgyhogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és ugye kaptunk egy első és második helyezést is, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy elismerés egy ilyen 5 ország diákjaiból vagy versenyzőiből álló versenyen. A Jazzy Énekstúdió mióta működik, és milyen korosztályban képzed a gyerekeket? Most már 6. éve működünk, tavaly ünnepeltünk egy ilyen 5 éves jubileumot, ami nagyon jól sikerült egy nagy koncerttel, illetve hát kisfilmet is készítettünk, tehát sok meglepetés volt a tavalyi évben. Hozzám leginkább 14-15 éves korosztály fölötti diákok jönnek, hiszen azt gondolom, hogy az az énektechnika és az a hangképzés, amit én csinálok, az nem túl jó mutálás előtt. Tehát nagyon jó, hogyha már túl vannak a mutáláson a diákok, amikor hozzám kerülnek. Van kivétel, tehát a Méringer Marci is 13 évesen került hozzám, de ő már 13 évesen olyan érett volt és olyan fejlett, hogy vállalható volt az ő hangképzése. Milyen műfajban énekelnek a gyerekek nálad? Leginkább ugye a pop, ez a legnépszerűbb műfaj, de én tanítok jazzt is és musicalt is, de ezt ugye ritkábban, tehát leginkább a pop jazz műfajában. Említetted, hogy 14-15 éves gyerekek és annál idősebbek járhatnak hozzád. Az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon érzékeny korosztály, tehát hogy azért biztos, hogy amikor egy gyerek eljön és zenélni szeretne, és énekelni szeretne tanulni, akkor nem csak a hangképzésben van segítsége, vagy a hangképzésben van szüksége segítségre, hanem talán picit a személyisége fejlesztésében is, az útkeresésben is. Ezt hogy látod, hogy lehet nekik segíteni? Én úgy látom, hogy egy pótanyúnak éreznek nagyon sokan, sőt, hát a 30 pluszos korosztály is van, hogy azt mondja, hogy ő a pótanyukám, mert hogy nagyon sok mindent megbeszélünk az órán, nem csak énekléssel foglalkozunk, hanem a lelki problémákkal, vagy akár az örömökkel, és sokszor az anyukák is felhívnak, hogy segíts ebben vagy abban, mert nem tudtam hatni a gyerekre, és hogy hát, ha te tudsz, mert rád hallgat. Tehát nagyon sok olyan diák van, akik nem csak tanárként viszonyulnak hozzám, hanem barátként is. És az az igazság, hogy mi nagyon sokat össze is járunk, együtt bulizunk, együtt ünneplünk szülinapokat, közös programokat csinálunk, tehát nem csak a közös éneklés, hanem egyfajta barátság is összeköt minket. Nagyon sok barátság alakult, sőt, párkapcsolatok is alakultak nálam, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy igazán kis családként élünk. Miért lehet ez, hogy ennyire barátként tekintenek rád a gyerekek? Mert tanítani azt gondolom, hogy sokan taníthatnak, de hogy biztos, hogy kell egy olyan fajta hozzáállás a tanár részéről a gyerek felé, hogy partnerként tekintsen rá, meg hogy egyáltalán a bizalmába férkőzhessen egy fiatalnak egy tanár, mert talán ez nem könnyű. Én azt gondolom, hogy ott kezdődik az egész tanítás, hogy egymást elfogadjuk, és bizalommal vagyunk egymás iránt. Én csak olyan diákot veszek fel, akiben végsőkig hiszek. Tehát azt gondolom róla, hogy fejlődni fog, és el fogja érni azt a célt, amit kitűzött magának. És ez ugyanígy visszafelé is kell, hogy működjön. Tehát ha egy diák maximálisan elfogadja és bízik a tanárában, hogy ő el fogja juttatni oda, ahová ő szeretne eljutni, akkor ez a bizalom, ez már egy olyan kapcsolatot kölcsönöz, hogy azt gondolom, hogy a barátság az elengedhetetlen egy ilyen kapcsolatban, hogy tényleg barátok is vagyunk.
Szerinted mi az, amire igazán vágynak ezek a gyerekek, amikor elkezdenek énekelni, tanulni? Mert ez azt gondolom, hogy nem csak a zenéről szól, hanem ez egy nagyon sajátos életstílussal is jár, hogyha valaki komolyan veszi az éneklést. Mi az, amire igazán a gyerekek vágynak, vagy amit el szeretnének érni? Nyilván mindegyik másra vágyik, és mindegyiknek más a célja. Én már rögtön a felvételin, tartok mindig felvételit, mielőtt valaki eljön hozzám a stúdióba, már akkor elmondom, hogy mire számíthat. Tehát, hogy a mai álláspont szerint mi az, amit elérhet az ő hangjával, az ő képességeivel, szorgalmával. Nyilván ez kölcsönös, tehát hogyha egy diák nem gyakorol eléggé, akkor a tanár tehet bármit, nem fog sikerülni. És hiába gyakorol, hogyha nincsenek meg a képességei. Tehát ezt nagyon egyensúlyba kell hozni, és én mindig felvázolom a kedves diákoknak, hogy mi az, ami az ő életében elérhető, és ennek fényében fejlődik, vagy ennek fényében találja ki a saját útját. Milyen útja lehet egy diáknak, miután hozzád járt énekelni? Egyáltalán körülbelül hány éves korig járhatnak hozzád a gyerekek? Bármeddig nincs korhatár. Hogy mit érhetnek el, az nagyon változó. Én azt gondolom, hogy vannak olyan diákjaim, akik egészen magas szintre fognak eljutni az éneklésben, vannak, akik már el is jutottak. Tehát, hogy olyan iskolába sikerült felvenni, ami az ő vágya volt, vagy olyan versenyt nyert meg, ami az ő vágya volt. Tehát sok minden elérhető. Igen, például itt a mai műsorban is az előző vendégek között Kotvás Zsófi, ha jól tudom, a tenő vendéged volt, és ő például énekszakos, illetve a PTL hangján is harmadik helyezést ért el. Mennyire jellemző, hogy komoly zenei pályára mennek a növendékeid? Nem jellemző, ez nem az én érdemem, hogy a Zsófit komoly zenei pályára felvették. Én csak és kizárólag könnyű zenében, tehát a jazz és a pop műfajban dolgozom, ami azt jelenti, hogy már vettek föl főiskolára, jazz főiskolára, korára tanítványomat, vagy a Kőbányai Zenei Stúdióba, tehát volt X-faktoros növendékem is, aki eljutott az élő showig. Tehát nagyon sok ilyen eredményünk van. A Zsófi úgy döntött, hogy ő a komoly zenei pályát választja, ami nekem nagy szívfájdalom volt, de megegyeztünk, hogy nem hagyja el végleg a könnyű zenei pályát, és ezért is örülök, hogy részt vett ezen a versenyen, mert még tartja ezt a vonalat is, irányvonalat. A te életedben is fontos, hogyha jól tudom, a zene mellett az újságírás is. Hogyan alakult ez nálad? Mert ugye pont erről beszélgettünk, hogy a gyerekeknél hogyan lehet aztán a pályaválasztásban tovább vinni a zenei vonalat nálad, ez hogy nézett ki? Egyáltalán mikortól zenélsz, hogyan jött az újságírás a képbe? Zenélni egészen pici koromtól kezdve zenélek, az egész családom zenész, gyakorlatilag ükkapámig felmenőleg mindenki zenész volt, a nővérem zongoratanár, az anyai nagyapám kántor volt, tehát benne van a családban a zene, ezért szerintem nem volt kérdés, hogy én is zenei pályára kerülök, viszont engem nagyon sok minden más is érdekel, és nagyon szeretem a szép beszédet, a szép magyar beszédet. Még amikor középiskolás voltam ilyen szép magyar beszéd versenyen, ott is nyertem díjakat, tehát volt ennek egy ilyen előzménye, és amikor egyszer láttam egy riporter tanfolyamot, akkor úgy ilyen villámlásszerűen arra gondoltam, hogy ezt szeretném kipróbálni. És egyértelműen akkor a tanfolyam után elkerültem a Pécs TV-be, tehát ugye folyamatosan jöttek a lehetőségek, utána a rádiónál dolgoztam, legutoljára a Magyar Rádiónak a pécsi körzetében dolgoztam, amíg be nem zárták. Utána újságíróként még egy-két magazinnak írtam cikkeket. Most már sajnos ez nincs. Van egy blogom, ahol időnként érdekes történeteket írok le. Igen, a legutóbbit én is olvastam, az volt a cím, hogy az akác szeme, és az ortopédián jártál, arról meséltél a blogod olvasóinak. Mióta írsz blogot, és igazából mi a célod ezzel? Vagy egyszerűen csak arról szól, hogy megoszd a hétköznapi történéseket másokkal? A blogot azt nemrég 2 éve kezdtem el talán, és az a nagy bánatom, hogy annyi mindent csinálok, hogy nincs időm megírni ezeket a történeteket, amik vázlatszerűen megvannak.
Egy közösségi oldalon kezdtem el történeteket írni, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy mennyire jó, milyen jót nevettek, ha csak a buszon valaki megnézi, amit kiírtam aznap, és egy jót mosolyog rajta, vagy egy jót nevet rajta, hogy hát igen, velem is előfordul ilyesmi, az már nekem bőven elég. És azért gondoltam, hogy akkor megírom rendszeresen ezeket a vicces történéseket, és hát, ha valakinek aznap jó napja lesz. És annyi visszajelzést kaptam, hogy mennyire jó, mennyire tetszik a nyelvezete, stb., hogy most olyan terveim vannak, hogy majd nyáron megírom könyvformájában ezeket a történeteket, hát ha nagyobb körben is eljut, vagy szélesebb körben is olvasható lesz. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Ez volt már a Tónusok. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!